We'll be running with the lions, lions. We'll be running with the lions, lions. Létai Bonifác vagyok, Leonbergikkel foglalkozom. Mindig is nagyon tetszettek a nagy testű fajták. A Leonbergire úgy tekintettem mindig, mint a kutya. A fajta egyébként német országból származik. Van egy Leonberg nevű város, aminek a címerállata az oroszlán. És Heinrich Essig, Leonberg városi tanácsosa kitalálta, hogy ő szeretne egy oroszlánhoz hasonló kutyát kitenyészteni. 1830-as évek végén keresztezett egy fekete-fehér újfullandi szukát egy Berri nevű Bernát hegyi kannal, és ehhez jött még később a Pireneusi hegyi kutya. Ezek túlnyomó részt nagy testű, hosszú, fehér szőrű kutyákat eredményeztek. Viszont ugye az oroszlán az vöröses-barna színű, úgyhogy még tovább dolgozott ezen Heinrich úr. És az első valóban Leonberginek nevezett kutya 1846-ban született meg. Innentől kezdve a Leonberginek a népszerűsége egyre feljebb és feljebb emelkedett. Eredetileg csordák őrzésére szerették volna használni őket, azonban kiderült, hogy az ő temperamentumuk eléggé távol áll ettől, így mára igazából családi kutya vált belőlük, viszont abból, ha nem vagyok túl elfogult, akkor az egyik legjobb szerintem. Mikor kiderült, hogy nem a legalkalmasabb fajta a paraszt kutyának, illetve csordák őrzőjének, annak ellenére, hogy nagy testű és tekintélyt parancsoló kinézete van, akkor viszont rájöttek, hogy mivel nagyon ragaszkodik az emberekhez, és nagyon jól úszik, ezért alkalmazni lehet akár vízimentő kutyaként is. Úszóhártyák vannak a lábujjaik között, és az újfullandihoz hasonlóan nagyon élvezik az úszást, nagyon ügyesek is benne, így eredményesen tudtak részt venni vízimentésben is. A Leonbergi karakteréről, hogyha beszélünk, akkor a standard szerinti elvárás, a higgadtság, magabiztosság, közepes temperamentum, viszont játéköztön is. Jelen van a Leonbergiben, a zaj iránti érzéketlenség, az egy fontos tényező. A vadász ösztön az egy érdekes kérdés, van amelyik Leonbergiben egész erős, de szerintem nagyon sok múlik azon, hogy mihez van szoktatva a kutya, illetve hogy például falkában élnek-e, vagy egyedüli kutyák. Általában, ha falkában élnek, akkor mindig nagyobb a vadász ösztön. A házőrzésre azt gondolná az ember, hogy a termete miatt kiváló, és mély öblös hangjukkal valóban tekintélyt parancsolnak. Viszont az esetek többségében nem a legjobb őrzővédő fajta, mert igazából barátságosan viszonyul az idegen emberekhez is. Szerintem akkor sem támadnának meg embert, hogyha én nem lennék itt és megpróbálnának betörni. Viszont az biztos, hogy körbeállnák. Nem egy harapós fajta. Mint általában igazából ezek a molosszer típusú fajták, hogy tisztában vannak az erejükkel és a tekintélyükkel. Hogyha valaki Leonbergit szeretne magának otthon, családtagként, akkor fontos azt figyelembe venni, hogy ez egy óriás testű fajta. Fontos figyelembe venni azt is, hogy mivel jóval nagyobb a fajta,
ezért az állatorvosi költség is többszöröse egy átlag kutyához képest. Így mindenképp fontos, hogy akkor felelősségteljes döntés lehet Bergit magunkhoz venni, hogyha tudunk rá megfelelő mennyiségű pénzt szánni. Ugyanígy nagyon fontos, hogy minél több időnk legyen, ugyanis ez a fajta akkor tud igazán kibontakozni, és akkor mutatja az igazi leonbergi karaktert, hogyha minél több időt tudunk velük tölteni. A legszívesebben 0-24-ben a gazdával lennének a leonbergik. A leonbergi minden fajtával nagyon jól kijön. Nem mondanám dominánsnak. Szívesen ajánlom a leonbergi fajtát azoknak a családoknak, akik szeretnek kutyaiskolába járni például. A leonberginek az engedelmességi készsége az esetek nagy részében elég jó. Vannak makacsabb egyedek is, de általában következetes neveléssel egy engedelmes kutyát tudunk magunkénak. A tanulási és emlékezési képessége kifejezetten jó. A kutyaiskolát a többi kutya, illetve a többi gazdi miatt is nagyon szereti a leonbergi, és addig is a gazdájával lehet. Ahogy már említettem, a vizet is nagyon szereti, akinek vízi munkához lenne kedve, a leonbergi ehhez is egy kiváló választás lehet. Mi például nagyon szívesen járunk kirándulni is a kutyákkal, amit ők is nagyon élveznek. A nyári melegek kivételével szinte bármikor lehet velük menni. Akinek pedig egyáltalán nem javasolnám a fajtát, azok a családok, akiknek gyakran és hosszú időre magára kell hagynia otthon egyedül a kutyát. A leonbergi egészségével kapcsolatban alapvetően egészséges kutyafajtának gondolom a leonbergit. A diszplázia az, ami minden nagy testű fajtánál előfordul. A leonbergi esetében a csípőízületi diszplázia a leggyakoribb, azonban a tenyésztő gondos munkájának köszönhetően mára szerintem nem jelentős a csípődiszpláziás leonbergik száma, viszont az élettartamuk sajnos 6-10 évre tehető. Azért mondok ilyen széles skálát, mert így ingadozik a fajtában az életkor. Sajnos az is előfordul, hogy a 6 évet sem érik meg, viszont szerencsére előfordul a 13 év vagy a fölötti leonbergi is. Ennek a széles skálán mozgó élettartamnak az oka leginkább a daganatos megbetegedések, leginkább a csontdaganat, ami a leonberginél előfordul, és sajnos nem válogat. Ez ellen nem tudunk mit tenni, egészségügyi szűrés nem létezik rá, egyrészt genetika, másrészt talán a táplálással tudjuk ennek az esélyét csökkenteni. Hogyha valaki leonbergi kiskutyát szeretne, akkor érdemes felmenni a Fajta Gondozó Egyesületnek a honlapjára, ott megtalálható a tenyésztők adatbázisa. Érdemes mindegyikükkel felvenni a kapcsolatot valamilyen szinten, utána nézni a kutyáiknak, ki tudjuk választani, hogy hol tetszenek a legjobban a kutyák, vagy esetleg melyik tenyésztő a legszimpatikusabb. Az biztos, hogy jó időben fel kell venni a kapcsolatot a tenyésztővel, hogyha leonbergi kiskutyát szeretnénk, ugyanis nagyon sok az előjegyzés a minden tenyésztőnél, és nincs olyan sok kiskutya Magyarországon. Tehát érdemes időben cselekedni és felvenni akár több tenyésztővel is a kapcsolatot.